Köszöntelek benneteket, kedves hetedikesek! Besnyi Izabella vagyok, a Szabadkai Iván Gorán Általános Iskola biológia tanára. Az előző órákon felosztottuk és csoportosítottuk különböző módon az élőlényeket, és az első ilyen nagyobb csoporttal fogunk ma foglalkozni, az egysejtő eukarióta szervezetekkel. Mielőtt velük elkezdenénk foglalkozni, csak egy kis emlékeztető, tanultuk, hogy megkülönböztetünk prokarióta és eukarióta sejteket, mi a kettő között a különbség szerintem mindenkinek eszibe jutott. A prokarióta sejtek azok a sejtek, amelyeknek nincs valódi sejtmagjuk, tehát nincsenekik maghártyájuk, így az örökletes anyag szabadon úszik a citoplazmában, míg az eukarióta sejteknek van maghártyájuk, tehát körülhatárolt sejtmagjuk, és az az örökletes anyag benne található a sejtmagban. Mi már előző években is tanultunk egy-két ilyen eukarióta sejtről, csak gondoljunk vissza az élesztő gombára az előző évben, ami szintén ide tartozik az egysejtők eukarióta sejtek közé, vagy pedig az egysejtő moszatokról a növényeknél, de erről még ma is egy kicsit beszélünk. Amiről inkább fogunk ma szót ejteni ezek a protisztáknak a birodalma, vagy protistáknak a birodalma, amelyek nagyon sok különböző egysejtő szervezet tartozik ide. És akkor nézzük csak, hogyan tudjuk mi ezeket az egysejtű szervezeteket megfigyelni. Emlékezetek csak vissza. Az, hogy mi egy egysejtű szervezetet, amit legtöbbször szabad szemmel nem láthatók, el kell, hogy készítsünk egy preparátumot tehát ezt akár tudjuk rakni, és rárakjuk a tájlemezre, mint keresztül tudjuk megfigyelni, természetesen a mikroszkópunk segítségével, kiélesítjük szépen a képet, és a mikroszkóp alatt egy csodálatos, érdekes világ fog a szemünk elé tárolni, és meg tudjuk figyelni a különböző egysejtű szervezeteket, különösen az egysejtű eukarióta szervezeteket. Az első ilyen egysejtő eukarióta csoport, amiről szeretnék beszélni, ezek az egysejtő moszatok, Nagyon sokféle egysejtő muszat van jelen a, az élővilágban, és egyáltalán az bárhol a, világunkban. Az egyik ilyen érdekes csoport a kovamuszatok. Honnan kapták a nevüket, tehát gondolom, hogy nem nehéz kitalálni, Honnan kapták a nevüket, hogy egy ilyen specifikus védő réteket hoznak létre, olyan, mintha egy ilyen védő dobozuk lenne, amely szilíciumból van, és ezt hívjuk kovának. Van egy nagyobb és egy kisebb felülete, ennek a védő buroknak vagy tékának is szokták nevezni, ennek a kova páncélnak. ez ami megvédi ezeket a zetsejtőeket. Előző órákon tanultunk a szimetriáról, tehát attól függően, hogy hogy helyezkednek el ezek a páncélok, megkülönböztetünk két oldali szimetriával rendelkező kovamoszatokat, vagy akár sugaras szimmetriával rendelkező kovamoszatokat is. Ami a felépítésüket jelent ezeket az egycsejtő eukarióta szervezeteknek, és erről már többször beszéltünk, természetesen van nekik hártyájuk, citoplazmájuk, és különböző sejtszervecskék. Milyen sejtszervecskéi vannak ennek a moszatnak? Rendelkezik sejtnedvüreggel, ami nagy részben kitölti a sejtetettől sokkal nagyobb szokott lenni, mint itt, és az annyira kinyomja a citoplazmát a, a sejthártya pereméhez, hogy abból csak nagyon kevés van. Egyes kovamosztatok rendelkeznek kloroplasztiszokkal, de most amelyek a mélyebb vízrétegekben élnek, őnekik ezek a kloroplasztiszaik például üresek, ugyanis nem tudnak fényhez jutni többféle módon is táplálkozhatnak, természetesen attól függően, hogy az adott kovamoszat hol él, hogyha a felszíni víz akkor természetesen jelen lehet az autótrof táplálkozás, esetleg a mixotrof táplálkozás. Emlékezzünk csak vissza, autótrof táplálkozás az, aki saját maga állítja elő a táplálékot, mixotrof, aki képes autótrof és heterotrof módon is, és a heterotrof pedig, aki már kész tápanyagokat vesz magához. A légzésük egész, testfelülettel, kiválasztások lüktetőregecskékkel. Szaporodásuk is többféle lehet, leggyakoribb az ivartalan szaporodás egyszerű osztódással, itt csak annyi az érdekes, amivel mondtam, hogy két ilyen páncéljuk van, amikor elosztodnak az egyik viszi az egyik a páncélt a nagyobbat, a másik a kisebbet magával, és mindig a kisebb fog újra képződni, Úgyhogy ezek, akik a kisebbet kapják, ezek egyre kisebbek és kisebbek lesznek, míg el nem fognak tűnni, és akkor tehát kell, hogy alakuljanak egy ilyen kis más szaporodási móddal, de ezt inkább majd a későbbi tanulmányaitok során részletesebben fogjátok tanulni. A másik egysejtő eukorióta szervezett csoportunk, amikről már hallottatok, és már többször emlegettük őket, ők az amőbák, úgy is lehet őket nevezni, hogy gyökérlábúak. Miért gyökérlábúak? Azért, mert olyan állábakkal rendelkeznek, amelyek, mint egy gyökerek nyúlványszerűen helyezkednek el a nyúlnak át a közvetlen környezetbe. Főleg édesvizekben élnek, de élhetnek nedves talajban is, és az egysejtő szervezetekre nagyon gyakran előfordul, hogy paraziták, vagyis élősködők, úgyhogy más élő szervezetekben is előfordulnak. Szimetriánál említettük, hogy ők a tipikus aszimmetrikus szervezetek, mivel hogy változtatják állandóan az alakjukat tehát milyen is a felépítésük, van neki sejthártyája, citoplazma, ami kitölti a sejt belsejét, sejtmagja, említettem az állábakat, bárhol kialakulhat ez az álláb, ennek a segítségével mozognak, tehát amikor ő mozogni szeretne, akkor a sejthártya, mivel az ilyen rugalmas, kitüremkedik egyik irányba, akár egyszerre több irányba is, és a citoplazma és az összes benne lévő sejtszervecske beleáramlik ebbe az állába, és így tud haladni. Nagyon lassú ez a mozgás, tehát mindössze 1-2 mm halad egy óra alatt. Van a sejtnedvüreg, vagy inkább lüktető üregecskének szoktuk nevezni, amely a kiválasztásban játszik szerepet, és az emésztő ami pedig a táplálkozásban játszik üreget. Szerepet. Tehát ami a mozgásukat illeti, tehát mondtam, hogy ez egy állábak segítségével, és mivel tudjuk amőbák, ezt a mozgástípust úgy is szoktuk hívni, hogy amőbői mozgás, nem csak az amőbák tudnak így mozogni, hanem bizonyos fehér vérsejtek is a mi szervezetünkben. Tehát amit mondtam, hogy bármely irányba, ahol kifejt egy ilyen állábat, ő beleáramlik a citoplazma, és abba az irányban tud ő kicsit arrább húzni az egész testét, tehát ez akár több ilyen álláb is kialakulhat, és itt jól látszott az előbb, hogy kicsit arrább húzta a testét, ez egy kis gif, és egyáltalán látszik a mozgása, hogy arrá Viszont az a fontos, hogy megfigyeljétek, hogy áramlik a citoplazma, és arrább kerül egy kicsit a test hogyan táplálkoznak ennek az állábaknak a segítségével. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen állábunk, a táplálék az lehet szerves törmelék abban az adott környezetben, vagy más egysejtű szervezetek is, és az álláb segítségével körbeöleli, és ahol körbeölelte, ott alakul ki az emésztő üregeske vagy űröcske, és az emésztő nedvek segítségével fogja megemészteni ezt az adott ö, szerves anyagot. Tehát ez is egy kis gif kapcsolatban, amit meg tudunk figyelni, csak mindjárt, amikor először újra kezdi, akkor jól jobban fog látszani. Itt látszik, hogy benne az egysejtű szervezet. Tehát fogja az állábai segítségével, körbe öleli ezeket az egysejtű szervezeteket ebben az esetben, létrehozza az emésztő üregecskét, és későbbiek folyamán az emésztő nedvek segítségével meg fogja őket emészteni. Ami a szaporodásukat illeti, az egyszerű osztódással, tehát egyetlen sejtből, a sejtmag és az összes sejtszerveske szétosztódásával kapunk két különálló sejtet. Az egysejt teokariótákra és többek között az amővára is az jellemző, hogyha nincsen e, jó körülmények, tehát nincs megfoká, megfelelő mennyiségű táplálék, a kémiai e, egyensúly felblomlik a vizekben, vagy egyéb más negatív hatás lép fel, akkor ők egy ilyen cisztát hoznak létre, tehát egy ilyen burkot, egy ilyen védő burkot, és mindaddig lesznek ebben a cisztában, ameddig nem javul a helyzet, és amint javul a helyzet, ő ezt a ciszta felreped, ő kilép belőle és folytatja az ő életét. Mint említettem, vannak élősködők és ilyen például a Vérhasamő, amely valójában a bélrendszerbe kerül be, a piszkos kézbetegsége, úgyhogy nagyon felhívnám a figyelmet, hogy minden egyes esetben nagyon fontos a kézmosás és az alapos kézmosás. Ennek köszönhetően tudunk elkerülni egy csomó fertőző betegséget, többek között akár ezt a a bejutását is a szervezetünkbe, amely a bélrendszerünk falát uh, sérti meg, és ezért okozhat véres hasmenést, és innen a maga az ő elnevezése és a betegségnek is az elnevezése, amit úgy hívunk, hogy vérhas. Az ő rokonaik, mármint az amőbáknak a rokkomaik a foraminiférek, vagyis likacsos héjúak és a radioláriak vagy sugárállatkák, ők az óceánokban, tengerekben élnek, héjjal rendelkeznek, amint látjuk lukacsosak, és ezekben a résekből tudják az állábaikat kibocsájtani. Amikor elpusztulnak, akkor ezek a héjak leülepednek, és ez ugye nagyon az év, évek alatt ilyen üledékes kőzeteket hoztak létre ezekben az óceánokban, tengerekben. Következő csoportunk az ostorosok, gondolom, hogy nem nehéz kitalálni, hogy a nevüket miről kapták, onnan, hogy ostorok segítségével mozognak, amely valójában egy citoplazma nyúlvány. Hány ilyen ostorral rendelkezik a sejt, ez sejtől függ, természetesen, általában különböző vizekben élhetnek, de ugyanúgy ők is lehetnek élősködők is, vagy negyves talajban is előfordulhatnak. Ebben az esetben tehát látszik, hogy egy ostora van neki, vagy pedig ebben az esetben látszik, hogy két ostora van neki mivel hogy a sejthátjájuk is eléggé vékony, úgyhogy néha megtörténhet, hogy az alakjukat minimális mértékben tudják változtatni, természetesen nem annyira, mint a amőbák, de azért nem lehet azt mondani, hogy százszázalékosan állandó alakkal rendelkeznek. Az ostorosok között is vannak, mint említettem, élősködők. Hát háromat hoztam, ami valójában kettő tipikus élősködő, a harmadik az már inkább szimbiózis. A tripanozóma, amely egy egyostorral rendelkezőt jól is látható élősködő az emberi vérben. Ő az álomkor nevezetű betegséget okozja, amelynek a terjesztője a cecelégy és a trópusokon fordul elő. A trihomónász, aminek jól látható négy ostora van, ő a nemi szervek betegségét idézi elő, és amit említettem itt a termeszeknél, és a termeszek azok, amelyek fákkal, tehát növényekkel táplálkoznak, és tanultuk azt, hogy a növények sejtfalába cellulóz van, és ezt a cellulózt nagyon nehéz megemészteni, amivel küzdenek a növényevők többsége. Ebben az esetben ez a az ostorosunk segít abban, hogy megemészse a termeszhangja cellulózt. Ide tartozik az ostorosok közé a zöld szemes ostoros, amely részben a, a moszatok, részben pedig az ostorosok közé is tartozik. Az ő felépítésénél jól látszik az ostor, ami a mozgás szolgálja. Mivel általában mocsarakban, tavakban él, és egy nagyon tipikus, táplálkozás módon rendelkezik, képes autótrof módon is táplálkozni, tehát a fény felé törekfik, ezért van neki ez a fény érzékelő szemfoltja, mindig itt az ostor közelében, rendelkezhet zöld szintestekkel, ahol elvégzi a fotoszintézist. Na most abban az esetben, hogyha nincs elegendő fény, vagy nem jut fényhez, akkor természetesen e, eltűnnek ezek a kloroplasztiszok, vagy zöldszintestek, és áttér a heterotrof táplálkozásra, ezért szoktuk említeni, hogy ők "mixotrof" módon táplálkoznak. A légzésük, őnekük is, mint az összes többinek egész testfőlettel, a e, lüktetőregecske segítségével történik a kiválasztás, és a szaporodásuk pedig egyszerű osztódással, ugyanúgy, mint az amoebánál, tehát egyből kettő lesz, tehát ilyen hosszant irányban osztódnak és ők is, hogyha nincs kedvező körülmény, tehát kedvezőtlen körülmények alkalmával cisztát, vagyis védőburkot fejlesztenek ki. Megtörténhet az, hogyha nagyon jók a körülmények, akkor túlszaporodnak, és ilyennel lehet, hogy szoktatok találkozni hazai tavaink felszínén, amikor ilyen zöld lepedék lepi el a víz felszínt, ez az elszaporodásoknak köszönhető. Viszont van a moszatoknak egy nagyon pozitív tulajdonságuk, nagyon sok moszat akik autótróf módon táplálkoznak, nagyon sok oxigént szabadítanak fel, és ennek köszönhetően biztosítják és pótolják a Földnek az oxigén szükségletét. Kevesen tudják, hogy amikor azt mondjuk, hogy oxigénpótlás, akkor mindenki arra gondol, hogy ott a trópusi esőerdők, ami a Földünk tüdeje, és ők pótolják az oxigén legnagyobb részét. Érdemes tudni, hogy nem, a moszatok legalább 80%-át biztosítják ennek az oxigénnek. Még egy nagyon fontos tulajdonságuk a moszatoknak, hogy azért, hogy fent tudjanak maradni a víz felszínén, többek ilyen olajcseppecskéket hoznak létre, és ezekből az olajcseppecsikből jöttek rá a tudósok, hogy fel lehet használni, mint energiaforrást, és most már egyre inkább előfordulnak ilyen különböző telepek, ahol a moszatokat tenyésztik, és ennek köszönhetően ilyen bio üzemanyagot állítanak elő, ami talán a jövő megújuló energiaforrásai közé tartozik. Következő eukarióta egyszerű szervezett csoportunk a csillósok. Legismertek képviselő talán a papucsállatka, hát tudjuk jól, hogy honnan kapta az elnevezését, mert hogy olyan formája van, akik elnevezték, mint egy papucsnak, ezért kapta ezt az elnevezést. A csillósok maga a neve is mondja, tehát szintén jól tudhatjuk, hogy azért kapták ezt az elnevezést, mert nem egy hosszú nyúlványuk van, mint az ostorosoknak, hanem több pici és apró, az egész sejtet beborítja, és ennek köszönhetően sokkal gyorsabban is mozognak, mind a az ostorosok, ő már állandó az alakjuk. Kétféle magvaknak is szokták őket nevezni, ugyanis két sejtmaggal rendelkeznek, egy nagyjal és egy kicsivel. Mi a különbség a kettő között? A nagy sejtmag az, amely irányítja az egész sejtnek a működését, ő benne is található örökletes anyag, többszörös többszöröse az örökletes anyagnak, tehát úgy is szokták mondani, hogy nem egyszerű örökletes anyagállomány, mint a kis sejtmagba, hanem ennek a többszöröse fordul elő a nagy sejtmagba két lüktető is rendelkezik, és ami még pluszban érdekes, az a táplálkozása, hogy egy meghatározott helyen ezen a száj tölcséren keresztül tudja bejuttatni a táplálékot, általában más egysejtőekkel táplálkozik, hogy bejutott ezen a száj tölcsén, átjut a sejt szájnak nevezzük el, sejt garatnak, a citoplazmába is létrehozza az emésztő üregecskét, ahol megtörténik az emésztés. Azokat az anyagokat, amiket nem tud megemészteni, vagy nem tud felhasználni, a salakanyag eltávozása itt a sejtalrésen szokott bekövetkezni. Egymással, tehát a lüktető még annyit nem beszéltem, tehát azért hívjuk őket lüktető mert látjuk, hogy van neki ebben az esetben jól látható a papucsállatkáné, bevezető csatorna és központüregecske és mindegy pumpa szerűen felváltva dolgoznak, mind a bevezető, mind a központ üregecske, és így lüktet, és ennek köszöntő tudja kilökni a külső környezetbe, mind ahogy itt is, ha megfigyelitek a két oldalán a két lüktet üregecskének a felváltva lévő mozgását, tehát bevezető csak ürek, és bocsátja ki a külső környezetbe az anyagokat. Említettem, hogy nagyon gyorsan tudnak mozogni, azt is ezen a gifen jól láthatjátok, hogy a csillóik segítségével milyen gyorsan tudnak mozogni. A szaporodásuk nagyon érdekes. Egyrészt a klasszikus ivatalan szaporodás van náluk jelen, ami azt jelenti, hogy osztódás, tehát hogy egyetlen és sejtből szétváltva két különálló sejt alakul ki. Egyes esetben létrejöhet a bimbózás, erről is már beszéltünk, mint ivaros szaporodási mód, amikor kialakulnak bimbók az egyik sejten, és az utána le fog válni. Viszont megjelenik, én szándékosan tettem azt, hogy idéző elbe az ivaros szaporodást, mert azért nincs nem ez a klasszikus ivaros szaporodás, amit mi tanultunk, hogy petesejt és himivarsejt egyesülésével, hanem ez egy nagyon érdekes módja annak a, az eshetőségnek az elkerülése érdekében, hogy egy kicsit a kedvezőtlen körülményeket elkerüljük. Említettem már, ott a kovámozatoknál is van valami hasonló, de gondoltam, hogy itt érdekesebb lesz részletesen megbeszélni. Hogyan történik ez a látszólagos ivaros szaporodás, vagy konjugáció? A konjugáció szó azt jelenti, hogy tapadás. Az azt jelenti, hogy két papucsállatkánk összetapad egymáshoz, és a kettő között citoplazma hidakat hoz létre. Mi történik? Az történik, hogy a nagy sejtmagunk, ami ebben az esetben annyira nem fontos, néha felé szívódik, eltűnik, viszont a kis sejtmag osztódik, és a citoplazma hidakon keresztül az örökletes anyag cserélődik meg. Tehát az egyik papucsálatka átutatja egy az örökletes anyagnak a másik papucsálatkának, és ellenkezőleg. Miért fontos ez? Azért, mert olyan tulajdonságokat tudnak megosztani, amivel talán az egyik már alkalmazkodott, a másik még nem, és sokkal inkább tudják növelni az alkalmazkodó képességüket. És akkor a végén valójában ezek az újra kialakult kis sejtmagok, fogják újra fejleszteni a nagy magot és létrehozni új papucsállatkákat. Tehát eredetileg, amikor itt az elejét nézzük, nem fog kialakulni új papucsállatka, csak később, és az új kialakulása természetesen osztódással fog bekövetkezni, viszont az örökletes anyag cseréje, az pedig ivaros szaporodásra utaló jel. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ez ide tartozik. Mivel, hogy minden egyes eukarióta egysejtű szervezetnél említettem élősködőt, itt is említek egyet, ez a balantidiázist okozó csillós, ami valójában egy vastagbélgyulladást okoz, a vastagbél nyálka hátjájának az elhalását eredményezi, jól látható rengeteg csilló a sejt külső felépítésén. Tehát mi az, amit mai nap folyamán megtanultunk, az egysejtű eukarióta szervezeteket, amit mondtunk, hogy felépítésüket, működésüket, emlegettük az egysejtű kovamoszatokat, az amőbákat vagy más néven gyökérlábúakat, az ostorosokat, amelyek az ostorai segítségével ö, mozognak, és ahova tartozik konkrétan mondjuk a zöldszemes ostoros is, ö, vagy más néven eugléna, és természetesen a csillósok a papucsállatkával, mint képviselőbe voltak nekünk a, az utolsó csoport, amiről beszéltünk. Remélem, hogy érdekes volt, és hogy sikerült elsajátítani ezt a tananyagot is. Köszönöm a figyelmekteket, és találkozunk legközelebb.